politikai tanácsadói feladatra lehet-e megbízni valakit a köztársasági elnök hivatalban, az most is így van. Ezen szeretnénk azzal változtatni, hogy elnöki tanácsadónak hívják a jövőben a köztársasági elnök hivatalban dolgozó politikai tanácsadókat. Salamon képviselő úr módosító indítványával kapcsolatban itt is csak megismételni tudom azt az álláspontomat, hogy természetesen közjogi értelemben nagyon sok igazság van abban, amit Salamon László elmondott, hiszen nincsen a köztársasági elnöknek helyettese, tehát szabadsága alatt is ő gyakorolja a köztársasági elnöki jogköröket, de kérem a képviselőtársamat, hogy fontolják meg, hogy milyen méltatlan támadások érhetnék a köztársasági elnököt, ha a jövőben valóban szabadságra kíván menni, és azt mondhatja bárki, hogy de hát a törvények szerint nincs is szabadsága, ne menjen szabadságra a köztársasági elnök. Azt a mondatot, amit oly sokszor szoktunk olvasni a hírekben, hogy megkezdte rendes évi szabadságát, ezt a mondatot a jövőben nem olvashatjuk, hanem hát úgy kell tekintenünk, mintha a köztársasági elnök valahol bujkál, és a nyilvánosság elől elbújva tölti a szabadságát. Ezt a méltatlan helyzetet szeretnénk elkerülni azzal, hogy nem támogatjuk Salamon László módosító indítványát. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm, államtitkár úr! Tisztelt Országgyűlés! A benyújtott módosító javaslatokról várhatóan következő ülésünkön döntünk. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az alapvető jogok biztosáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Az előterjesztés TPER 3585-ös számon, az együttes bizottság ajánlás pedig TPER 3585/65-ös számon megkapták és megismerhették. Tisztelt Országgyűlés! A bizottság ajánlás összesen 67 pontot tartalmaz. Indítványozom, hogy a módosító javaslatokat a két törvényjavaslat szerkezeti rendjét követve két szakaszban vitassa meg az Országgyűlés. Felkérem Nyakó István jegyző urat, ismertesse a javasolt vita szerkezetet. Tisztelt Országgyűlés! A törvényjavaslat 6 fejezetre tagozódik. Az ülésvezető elnök azt kezdeményezi, hogy az első vitaszakaszba a törvényjavaslat első 3 fejezetét módosító indítványok szerepeljenek, az ajánlás 1-től 56-ig terjedő pontjai és a 66. pont szerint. Ezek az általános rendelkezések a biztos és a helyettesei megbízatásának és egyes eljárási szabályok módosításait kezdeményezik. A második vitaszakasz az 57-től 67-ig terjedő pontokra nyílik meg, a 66. pont kivételével. Ezek a törvényjavaslat 4, 5 és 6. fejezetét módosító indítványokat tartalmazzák. A javaslatok az éves beszámolási kötelezettséget és a hivatalra vonatkozó egyes szabályokat módosítják, továbbá az átmeneti rendelkezések változásait kezdeményezik. Köszönöm, jegyző úr, tisztelt Országgyűlés! Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetérte a javasolt vita szerkezettel. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. Köszönöm. Megállapítom, hogy az Országgyűlés indítványomat elfogadta. Tisztelt Országgyűlés, kérem a felszólalni kívánó képviselőket, hogy felszólások kezdetén jelezzék, hogy a bizottság ajánlás melyik pontjaihoz kívánnak hozzászólni. Megnyitom a részletes vita első szakaszát, az ajánlás 1-től 56-ig terjedő pontjaira és a 66. pontjára. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni 6 perces időkeretben? Felszólalót nem látok, így a részletes vita e szakaszát lezárom. Megnyitom a részletes vita második szakaszát, az ajánlás 57-től 67-ig terjedő pontjaira, a 66. pont kivételével. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni? Felszólalót nem látok, így a részletes vita e szakaszát és a részletes vita egészét lezárom. Megkérdezem államtitkár urat, hogy most vagy a határozathozatal előtt kíván válaszolni. Megadom a szót Répási Róbert államtitkár úrnak. Tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! Számos módosító indítvány érkezett a törvényjavaslathoz, és valószínű, hogy még kapcsolódó módosító javaslat formájában még, ha jól értettem elnök úr, akkor egy óráig még érkeznek módosító javaslatok. Szeretném azt leszögezni, hogy az előterjesztő nem látja annak akadályát, hogy az alapvető jogok biztosának hatásköre bővüljön, hiszen a módosító indítványok számos kérdésben szeretnék az alapvető jogok biztosa helyettesének a hatáskörét bővíteni, a
vagy helyetteseinek a hatáskörét bővíteni. Mi a közjogi konstrukciót, amely a mi értelmezésünkben az alaptörvény szerint úgy néz ki, hogy az alapvető jogok biztosa az alapjogvédelmi szerv, az alapvető jogok biztosa a hatáskörök címzetje, az alapvető jogok biztosa irányítja a helyetteseknek a tevékenységét. Ezt a közjogi konstrukciót nem kívánjuk felborítani. Úgy gondoljuk, hogy ez egy koncepcionális eleme, nem csak ennek a törvényjavaslatnak, hanem mi az alaptörvényből ezt a közjogi konstrukciót, az intézményre vonatkozó szabályozást, az egységes biztosi rendszert látjuk kiolvashatónak az alaptörvényből. Tehát minden olyan módosító indítványt támogatunk, amely az alapvető jogok biztosának hatáskörét bővíti olyan jogkörökkel, amelyek eddig is megillették valamelyik külön biztost, de nem támogatunk olyan módosító javaslatokat, amelyek a helyetteseknek a hatásköreit akár az alapvető jogok biztosával szemben erősítenék, és az alapvető jogok biztosának a hatásköreit lényegtelenítik el azáltal, hogy a helyetteseknek vele konkuráló hatásköröket biztosítanak. Kérem, gondoljanak arra, hogy a jelenlegi több ombudsmanos, tehát általános biztosi és különbiztosi modellnek mi volt a legnagyobb hibája. A legnagyobb hibája az volt, kimondhatjuk nyugodtan, hiszen tapasztaltuk, az orrunk előtt zajlott ez a folyamat. A legnagyobb hibája az volt, hogy az országgyűlési biztosok nem tudtak, finoman szólva, nem tudtak megfelelően együttműködni egymással. Azaz számos esetben rivalizálták egymással, számos esetben az általuk képviselt, általuk védett alapjog mentén egyfajta vetélkedést folytattak arról, hogy ki tudja jobban védeni ezeket a jogokat. Szerintem meggyőződésem, hogy az alaptörvény ezért változtatta meg az ombudsmani rendszert, ezért változott meg, és ezért hozta létre az egységes ombudsmani rendszert, az egységes biztosi rendszert, azért, hogy a jövőben ilyen hatásköri összeütközések és az együttműködés hiánya ne fordulhasson elő. Világos legyen az, hogy az alapjogvédelem legfőbb szerve az alapvető jogok biztosa, aki természetesen kap két helyettest, akiknek speciális feladatkörük van, de mégiscsak az alapvető jogok biztosának az irányításával látják el a feladatukat, a jogvédő feladatukat. Tehát kérem önöket, hogy ne feszítsük szét az alaptörvényben meghatározott egységes biztosi modellt és egységes biztosi konstrukciót. Aki az alaptörvényt támogatta, az bizonyára azt is támogatta, hogy az alapjogvédelem szerve azáltal legyen hatékonyabb, hogy koncentráltan, egységesen tud fellépni számos alapjog védelme érdekében, és úgy, ahogyan az alaptörvény is helyesen írja, a két helyettes pedig meghatározott tárgykörökben segíti az ő munkáját, akár külön, de az alapvető jogok biztosságával nem konkuráló hatásköröket is kaphat. Olyan hatáskörökre gondolok, amely bizonyos jelzéseket ad, jelzési lehetőségeket ad a helyettesek számára, amit az alapvető jogok biztosa köteles figyelembe venni. Ilyen módosító indítvány egyébként volt ellenzéki képviselőtársainktól, Steiner Pál nyújtott be olyan módosító indítványt, amelyet egyébként támogattunk is, amely kimondaná, hogy a helyettesek által fontosnak tartott ügyben, a helyettesek által képviselt ügyben, amennyiben ők jelzik az alapvető jogok biztosának, hogy vizsgálatot folytasson, akkor ezt a vizsgálatot az alapvető jogok biztosa köteles lefolytatni. Ha mégis megtagadja a vizsgálatot, akkor pedig az országgyűlési beszámolóban köteles megindokolni azt, hogy miért nem tett eleget a helyettese indítványának. Ez a konstrukció biztosíthatja azt, hogy egységes maradjon az alapjogvédelem, de mégis a külön kiemelt figyelem meglegyen a nemzetiségek jogai és a jövő nemzedékek jogai tekintetében. Tehát még egyszer köszönöm szépen a módosító indítványaikat, és amely módosító indítvány a törvény koncepciójával, közjogi koncepciójával párhuzamos és nem ellentétes, azokat a módosító javaslatokat támogatni fogjuk. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt országgyűlés, bejelentem, hogy ügyrendi javaslatra további kapcsolódó indítványok benyújtására
ma 13 óráig van lehetőség. A benyújtott módosító javaslatokról következő ülésünkön döntünk. Tisztelt Országgyűlés, soron következik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Az előterjesztés T/3586-os számon, az együttes bizottság ajánlás pedig T/3586/40-es számon megkapták és megismerhették. Tisztelt Országgyűlés, a bizottság ajánlás összesen 43 pontot tartalmaz. Indítványozom, hogy a módosító javaslatokat két szakaszban vitassa meg az Országgyűlés. Felkérem Földessy Gyula jegyzőurat, hogy ismertesse a javasolt vita szerkezetet. Tisztelt Országgyűlés! Az ülésvezető elnök azt kezdeményezi, hogy az első vitaszakaszban az ajánlás 1-től 34-ig terjedő pontjai, valamint a 42. és 43. pontok szerepeljenek, amelyek anyagi jogi szabályok módosítását kezdeményezik. A második vitaszakasz a 35-től 41-ig terjedő pontokra nyílik meg. Ezek eljárásjogi szabályok módosítását kezdeményezik. Köszönöm, jegyző úr, tisztelt Országgyűlés! Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetérte a javasolt vitaszerkezettel. Kérem, kész felemeléssel szavazzanak. Köszönöm. Megállapítom, hogy az Országgyűlés indítványomat elfogadta. Tisztelt Országgyűlés! Az általános vitában elhangzottak megismétlésének elkerülése véget kérem, hogy felszólalásuk kezdetén jelezik a bizottság ajánlás melyik pontjához kívánnak hozzászólni. Megnyitom a részletes vita első szakaszát az ajánlás 1-től 34-ig terjedő pontjaira, valamint a 42 és 43-as pontokra. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni 6 perces időkeretben. Megadom a szót elsőként Nyakú István képviselőnek, az MSZP képviselőcsoportjából. Önél szó. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. A 7-es ponthoz szeretnék hozzászólni. A 4. paragrafus 3-as bekezdéshez adtam be módosító indítványt. Ígérem, nem töltöm ki a 6 percemet. Mi úgy látjuk, hogy garanciális szabály, hogy csak az arra feljogosított adatkezelő tudja az általa jogszerűen kezelt adatokról megállapítani, hogy azok kinek a személyes adatai. Amíg tehát az érintett és az adatok közötti kapcsolat helyreállítható, addig az az adat személyes adat és személyes adatként védi a törvény. Ezt a garanciát gyengíti a törvényjavaslatnak az a rendelkezése, ami arra utal, hogy a helyreállításnak csak technikai akadálya lehet. Ez a szabály véleményünk szerint elhibázott, ezért a törvényjavaslatból törölni szükségeltetik. Lehetséges ugyanis, hogy nem technikai feltételeken múlik az, hogy valamely adatról tudni lehet-e azt, hogy kinek a személyes adata. Másik oldalról azért is rossz ez a szabályhely, mert a technikai feltételek megléte esetén sem biztos, hogy az adatoknak az érintettel való kapcsolata helyreállítható, úgyhogy arra kérjük a tisztelt házat, hogy a módosító indítványunkat elfogadni szíveskedjenek. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Lampert Mónika képviselőasszonynak, MSZP képviselőcsoportjából. Önél szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés. A 18-as sorszámú, az ajánlásban 18-as sorszám alatt szereplő módosító indítvány elfogadását és támogatását szeretném megérvelni, és szeretném önöket arra biztatni, hogy ezt nyitott füllel hallgassák. Steiner Pál képviselőtársam nyújtotta be ezt a módosító indítványt, aminek az a lényege, hogy a statisztikai célra felvett, átvett vagy feldolgozott személyes adatok csak statisztikai célra legyenek kezelhetőek. Ez a norma szövegben is, az önök tervezetében is így szerepel, de van egy kitétel, hogy ha törvény eltérően nem rendelkezik. Ha a törvény eltérően nem rendelkezik szövegrészt, kívánja kivenni a módosító indítvány ebből a törvénytervezetből. Mégpedig azért, mert nem akarja a módosító indítványt benyújtója, vagy mondhatom úgy is, hogy az MSZP nem szeretné azt, hogy adjon egy kis kaput, vagy megnyisson egy olyan lehetőséget, egy kis kaput nyisson arra, hogy egy törvény eltérően rendelkezhet ettől. Semmi szükség nincs arra a mi felfogásunkban, hogy egy ilyen kibúvóra adjon lehetőséget a törvény a statisztikai célra felvett, átvett vagy feldolgozott személyes adatok esetében.
Nekünk meggyőződésünk, hogy a statisztikai célra felvett adatokat csak és kizárólag statisztikai célra lehet használni, semmi másra nem. Ezért nem is értjük igazán, hogy miért akar a Fidesz felhatalmazást adni arra, hogy törvény eltérően rendelkezzen erről. Most, ha csak itt jogászkodni akarnék jogtechnikailag, ugye az a helyzet, hogyha ezt kivesszük, akkor ennek a törvénynek a megváltoztatása nélkül más törvény nem keletkeztethet jogot arra nézve, hogy statisztikai célra felvett adatokat másra is felhasználjanak. Ahogyan ismerjük az önök jogalkotását, már bocsánat, hogy egy ilyen részletes vitában ezt szóba hozom, hogy hétfőn reggel 10 órakor valamit letesznek az asztalunkra az Alkotmányi Bizottságban, elolvasni sincs idő, önök se tudják elolvasni egyébként, a Fideszes Alkotmányügyi Bizottsági tagok egyenként bevallják. Így kollektíven nem szokták, de egyenként bevallják, hogy időnként fogalmuk nincs arról, hogy mit szavaznak meg. Tehát egy ilyen tempónál, egy ilyen jogalkotási stílusnál azt gondolom, hogy joggal aggódik az ellenzék, hogy ha benn marad egy ilyen felhatalmazás, hogy törvény eltérően rendelkezhet, akkor eltérően is fog rendelkezni. Mert ha önök kérnek egy eszközt, hogy valamire, amit valamire lehet használni, akkor azt azért kérik, mert használni akarják valamire. És hát azt kell mondjam, hogy az elmúlt időszak fideszes politikai gyakorlata nem nyugtatott meg bennünket. Gondolnék csak arra, hogy a vonalkódos kérdőívek, amelyeket kiküldtek valamennyi magyar állampolgárnak, választópolgárnak ilyen szociális, vagy nem tudom, milyen nemzeti konzultációnak csúfolva ezt az adatgyűjtést. Hát én azt gondolom, hogy most ez nem konkrétan erre a módosítóra vonatkozik, csak példaként mondtam, hogy nincs meg a bizalom arra nézve, hogy egyébként úgy fogják használni az adatokat, ahogyan azt a törvények előírják. Magyarul ez a módosító indítvány szeretné, hogyha nem lenne egy olyan felpuhító mondata ennek a szabálynak, ami szerint, ha a törvény eltérően nem rendelkezik. Ne rendelkezzen eltérően törvény, és a statisztikai célra felvett adatokat, a feldolgozott személyes adatokat csak és kizárólag statisztikai célra lehessen felhasználni. Ezért kérem arra a képviselőtársaimat, hogy a Steiner Pál képviselőtársam által benyújtott módosító indítványt, amelyet egyébként az egész MSZP frakció támogat, szíveskedjenek támogatni majd a szavazásnál. Köszönöm szépen! Köszönöm, képviselőasszony! Tisztelt Országgyűlés, felszállása következik. Siffer András képviselő úr, az LMP képviselőcsoportjából. Megadom a szót, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés, tisztelt államtitkár úr. Én először azokat a módosító javaslatainkat venném sorra, amik az információs önrendelkezési joggal függenek össze, és Szabó Tíme a képviselőtársammal terjesztettünk elő. Az egyik legfontosabb probléma ezzel a törvényen a személyes adatok védelme vonatkozásában, hogy lehetőséget hagy arra, hogy a jövőben a hozzájárulás visszavonását követően is kezelhesse az adatkezelő az egyszer már megadott információt. Itt legyünk tisztában azzal, hogy itt nem csak állami adatkezelőkről van szó, sőt, elsősorban nem állami adatkezelőkről, hanem például cégekről, akiknek egyszer az ember óvatlan pillanatában hozzájárulását adta az adatkezeléshez, majd lehet, hogy éppen a zaklatások miatt ezt visszakívánja vonni. Ez a törvényjavaslat gyakorlatilag tágteret ad arra, hogy a hozzájárulás visszavonását követően is ezt az adatot, aminek a kezeléséhez adott hozzájárulást már az érintett visszavonta, tovább kezelhesse. Azt mondja, hogy ha az adatkezelő vagy harmadik személy, tehát a harmadik személy, aki más, mint ugye az adatkezelő vagy az érintett személy, jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Jól figyeljünk, mert itt az a fordulat is benne van, hogy további külön hozzájárulás nélkül. Tehát magyarul, hogyha valaki mondjuk egy fideszes kérdőívre egyszer odaadja a hozzájárulását, aztán valamilyen véletlen folytán mégsem elégedett a
kormány munkájával, és ezt visszakívánja vonni, akkor a jogos érdek kategóriája az fennáll, és nyilvánvalóan meg fogják azt állapítani, hogy ráadásul az az érdek, amit érvényesíteni kívánnak, arányban áll a személyes adatok védelméhez fűződő jogkorlátozásával. Azt lássuk, hogy ez a szabály ezt gyakorlatilag feloldja és feleslegessé teszi az egész védelmi intézményt, hiszen gyakorlatilag partalanul, korlátok nélkül tudunk felsorolni olyan eseteket, amikor gyakorlatilag a hozzájárulást simán zárójelbe lehet tenni. Éppen ezért én azt javasolnám nagy tisztelettel a kormánypárti frakciónak és államtitkár úrnak, hogy ezt a szabályt szíveskedjenek elhagyni. Az elmúlt 18 évben egy ilyen feloldó klauzula nélkül is működött a jogintézmény, viszont ha és amennyiben egy ilyen engedményt tesz a törvény, akkor gyakorlatilag az egész törvényi védelemre semmiféle szükség nincsen. Hiszen bármikor, ugye itt a hozzájárulás hiányáról és a hozzájárulás visszavonásáról van szó, bármikor lehet produkálni olyan adatkezelői, sőt harmadik személyhez kötődő érdeket, amelyikre meg lehet magyarázni, hogy ez arányban áll a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával. Ezzel rokon, ha úgy tetszik, párban áll az az szintén egészen elképesztő jogkorlátozás, ami a hatodik szakaszban érhető tetten, amikor ugye azt mondja, hogy meg sem kell kísérelni a hozzájárulásnak a beszerzését, hogyha ez lehetetlen vagy aránytalan költséggel jár. Itt legyünk azzal tisztában, hogy az adatkezelések, a személyes adatkezelések jelentékeny részénél például az államot a törvény hatalmazza fel. Tehát például az állam működése során a legtöbb adatkezeléshez nem kellett, eddig sem az elmúlt 18 évben sem kellett az érintett hozzájárulása, hiszen jogszabály, egész pontosan törvény elrendelte azt, hogy meghatározott célra az állam meghatározott szerve kezelhet személyes adatot. Az a nagyon határozott álláspontunk, hogy minden olyan esetben, ami kívül van a törvény adta felhatalmazások körén, és nem tudja az adatkezelő, vagy az adatot kezelni kívánó személy beszerezni, vagy csak aránytalan költségekkel tudja beszerezni a hozzájárulást, akkor egész egyszerűen ne kerüljön sor a személyes adatok kezelésére. Szintén arról van szó, államtitkár úr, hogy önök úgy terjesztették most elő ezt a jogkorlátozó javaslatot, hogy semmiféle életszerű példát nem hoztak föl, hogy az elmúlt 18 év tapasztalata alapján miért múlhatatlanul szükséges egy ilyen durván jogkorlátozó lépésnek a megtétele. Az adatvédelmi jognak az egyik fő szabálya az, hogy személyes adatot vagy törvény rendelkezése, vagy az érintett hozzájárulása alapján lehet kezelni. Milyen alapon adunk ez alól kivételt? A törvényjavaslat másik halmaza az ugye az információszabadságra vonatkozik, és ezen a területen pedig egész egyszerűen szintvallott a Fidesz-KDNP. Tehát az a helyzet, hogy akkor, amikor önök a közérdekű adatok fogalmát így bekorlátozzák, akkor nem tesznek mást, mint hogy a vallott és hangoztatott jelszavaik dacára bizony önök állnak a politikus bűnözők és a tolvajok oldalára. Az a közérdekű adat definíció korlátozás, amit itt elkövettek, az azzal fog járni, hogyha ezek után valaki kutakodni próbál, hogy különböző cégek miért tesznek szívességet mondjuk egy képviselőtestületnek, vagy képviselőtestületi tagoknak, uram, bocsá, egy parlamenti képviselőnek, nagyon könnyen le lehet húzni a rolót, mondván, hogy ez nem a közfeladat teljesítésével összefüggő információ, nem az adott szerv személy tevékenységével összefüggő információ. Én éppen ezért továbbra is azt javaslom, államtitkár úr, hogy állítsák vissza a hatályos adatvédelmi törvény szövegét, nincsen semmiféle indok arra, hogy korlátozzák azt a definíciót, amit egyébként többszöri módosítás után alakított ki a jogalkotó, és éppen ezért szeretném arra kérni, hogy a 4-es számon található módosító javaslatunkat egyébként 5-ös számon Hegedűs Lórántné és Novák Előd egy eléggé hasonló típusú módosító javaslattal élnek, hogy ezeket a módosító javaslatokat, vagy ezeknek valamelyikét támogatni szíveskedjenek. Köszönöm szépen, és akkor majd még a többit elmondom. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, 2 perces felszállással megadom a szót Nyakó István képviselőnek, MSZP. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt ház.
Talán rendhagyó módon is arra kérem a tisztelt házat, hogy Siffer András képviselőtársam, frakcióvezetőtársam javaslatát támogatni szíveskedjenek, hiszen ez az a szubstancia, amit ha nem változtatunk meg, akkor a többi részletes módosító szabályunk, módosító indítványunk éppenséggel nem értelmét veszti, de hatástalan. A Siffer András képviselőtársam által említett módosító javaslatok által valóra válhat az, hogy nem kell megváltoztatni ott esetben a törvényjavaslat címét, mert ha így marad, akkor nyugodtan fogalmazhatunk úgy, hogy az információs önrendelkezés korlátozásáról és az információs szabadság pálfordulásáról beszélhetünk, és így kéne adni, ez lenne tulajdonképpen ennek a törvénynek a címe. Kérem még egyszer önöket, hogy főszabályként, ha lehet ilyet mondani, Siffer képviselőtársam módosító javaslatait támogatni szíveskedjenek, és természetesen ezek után a többi módosító indítványnak is keményebb és jobb értelme van javító szándékkal. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés. 2 perces felszólalásra megadom a szót Siffer András képviselőnek. Köszönöm szépen, elnök úr. A 13-as számon előterjesztett módosító javaslatunk pedig arra irányul, hogy az új törvény is mondja ki, hogy a korlátozás nélkül használható általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos. Ez a 15/91-es alkotmányi bírósági határozatnak a verdiktje. Ez gyakorlatilag Magyarországon kicsit patetikusan fogalmazva forradalmasította az információs jogokat, és nagyon helyesen a 92-es adatvédelmi törvény is ezt átvette. Ez a bizonyos személyszám klauzula, ez azt jelenti, hogy egy jogállamban nem lehet személyiség profilokat kialakítani az államnak, jegyzem meg nem csak az államnak, másoknak sem, tehát nem lehet olyan egységes személyazonosító jel, amin keresztül a nagy testvér mindenkiről mindent bármikor megtudhat. Ez egy nagyon fontos garancia, és kérném, hogy vagy adják indokát annak, de azt igen alaposan meg kéne tudniuk indokolni, hogy ezzel miért szakítanak, és leginkább pedig azt, hogy az új adatvédelmi törvény ezt az alapvető garanciális szabályt tartalmazza. Másrészt szeretnék csatlakozni Lampert Mónika képviselőtársamhoz abban, hogy szintén az hatályos adatvédelmi törvénynek egy garanciális eleme az, hogy kimondja a törvénynek a kódex jellegét. Ez túl azon, hogy a jövőben nem kétharmados ez a szabály, ami persze pillanatnyi helyzetünkben egy kedvező fejlemény, általánosságban véve viszont lerontja a minőségét az adatvédelmi jognak. Legalább az a általános garancia maradjon meg, hogy ez egy kódex jellegű szabály, amitől főszabályként más törvényekben eltérni nem lehet. Köszönöm szépen! Két perces felszólalásra megadom a szót Lampert Mónika képviselőasszonynak, MSZP képviselőcsoport. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Én Siffer képviselő úrnak arra a felszólítására szeretném felhívni a figyelmet és megerősíteni, hogy itt a részletes vitában a módosító indítványok kapcsán fölmerült jó néhány olyan kérdés, amire jó lenne érdemi választ kapni. Vagy jó lenne érdemi vitát folytatni erről, és miközben én becsülöm azt az erőfeszítést, amit Répási államtitkár úr tesz, hogy az összefoglalókban kitér szinte minden lényeges kérdésre. Tehát igazán érdemi vita akkor tud ebből lenni, és értelmes párbeszéd, hogyha a vita során megismerjük az érveket, amiért úgy gondolják, ahogy, és erre mi is tudunk reagálni. Tehát arra szeretném biztatni a fideszes képviselő társaimat, hogy vegyenek részt aktívan ebben a vitában, adjanak választ azokra a felvetésekre, amelyek itt megfogalmazódtak, hogy tudjunk erről értelmes és korrekt vitát folytatni. És örömmel látom, hogy az államtitkár úr megragadta a mikrofonját, tehát ő magára vállalja ennek a felelősségét, és hát ezt köszönöm, és akkor folytassuk így. Köszönöm szépen. Köszönöm. Felszólalással következik Répási Róbert államtitkár úr. Önő a szó, államtitkár úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, csak azért, hogy lássák, hogy részletes indokaink vannak a módosító javaslatok elutasítására. Ezért most szeretném megindokolni, hogy Steiner Pál képviselő úr 3586/7-es számú módosító javaslatát miért utasítjuk el. És azért szeretném ezt most kiemelni, mert ebből meglátják, hogy milyen részletes
részletes mérlegelést folytattunk minden egyes módosító javaslatnál. A módosító javaslat első és második pontja elhagyná a személyes adatok kezelésére új jogalapot adó két szabályt. Ezt önök mind az MSZP, mind az LMP kifogásolta. Az első ilyen szabály értelmében személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség